Szeptember 1-én 8 órakor becsöngettek az ország valamennyi oktatási intézményébe. Bonyhádon a Széchenyi István általános iskolában volt, aki kicsit még megszeppenve érkezett élete első tanítási napjára. És vártad már a nem vártad, jobb lett volna még játszani. Még más csak egy gyors öleléssel búcsúzott. Itt összesen 40 elsős kezdte meg a 2023-24-es tanévet, mondja az igazgató. Augusztus 31-én megtartottuk a tanévnyitó ünnepét, ezzel kezdetét vette a 2023-2024-es tanév. Összesen 557 tanulóval indulunk el. El lehet mondani, hogy 22 általános iskolai osztályunk van, és 4 gimnáziumi osztály. Az első osztályt azt 40 tanuló kezdi el, a gimnázium pedig 32-en kapcsolódnak be a képzésbe. Jó, üdvözöllek benneteket a legelső iskolai napotokon. Ki tudja, hogy milyen nap van? Hétfő. Péntek. Péntek, szeptember 1-e. És hányadikosok vagyunk? Első cím! Az első napok még az ismerkedés, a ráhangolódás jegyében telnek. Osztályfőnöki órákkal kezdtek a diákok, ahol bemutatkozhatnak a tanítóknak, társaiknak, és persze szemügyre veszik a tankönyveket és az órarendet is. Személyiség függő, van olyan, aki fél óra után úgy jár ide, mintha itt született volna, van olyan, akinek pedig több idő kell. Én azt gondolom, hogy a pedagógusok ebben segítenek, és próbálnak olyan hangulatot, légkört teremteni, hogy egy-két hét belül mindenki megszokja az iskolának a hangulatát. A következő tanév első fél éve 2024. január 1-jéig tart, az utolsó tanítási nap pedig június 21-én lesz.